Szevasztok srácok, üdv mindenkinek! Itt vagyunk egy újabb map nézegetős videóval, melyben a Baktófalval tesztfázisban lévő mapot fogjuk most megnézni közösen veletek. Még én sem néztem meg, úgyhogy nekem is ez lesz relatíve így az első betekintés róla. Nagyon szépen köszönöm Bazsnak és Papinak, hogy elérhetővé tették számunkra, hogy mi is megnézhetjük így. Köszönöm szépen még egyszer nekik. Meg is nézzük akkor itt, hogy mik vannak a ténykedések. Én már vettem magamnak ott egy MTZ-t. Az lesz a bejárós autó. Viszont itt már a Puyus ott már nyomja. Ez itt nyitható? Jó kis palatető. Ez igen. Adom. Jó kis háztáj gazdaság. Csak mondom. Itt megy a zene. Malacok is itt vannak. Ki van teregetve? Pista bátyám. Viszi a vizet. Szép a szőlő is. Van egy kis sufni anyag is, hála Istennek. Ha az ajtót lehet nyitni? Hogy ne lehetne? Jó kis régi vas kapu, ez igen. Na nézzük. Volt arra van már ott valami csiló. Ha nem látunk semmit, és a fűszvák van. Nagyon jól néz ki. Jó kis régi házak. Hát ez nagyon jó, jó kis retro amúgy. Hogy néz ki a map? Kis mentünk egy tartalom, mert régen mentettünk. Aha, tehát nem olyan nagy, tehát kicsi. De annál jobban hangulatosabb. Van egy csomó földünk. Tizatos az jó nagy. Itt mik vannak itt? Baktatófa. Ja, ezt láttuk, ez a mag, ez akkor ez a vételezési pont. Lehet vagy eladási pont. Trágya vásárlási pont. Fűrészmalom. Ez ami nálunk a csirkeol. Kukorica. Ja, hogy külön vannak szedve eladási ponton. Búza, szotyi, benzinkút, szójabab, gyapott cukor. Itt sok mindent vesznek. Árva, repce. Vízmű. Ez igen. Itt a farmsiló. Ja, itt a jármű volt, igen, benzinkút, teljes gyapjadási pont, tojás, báláseladás, felvásárlási pont, állat, úristen, pajkaszeg, kereskedelmi szolgáltató Kft. Ez igen. Na, ez jól néz ki. Vonat? Nem, még a vonat jó. Nagyon kis hangulatos, nagyon jól néz ki. Hát a zenével, meg aztán fenomenális. Szétadom. Nagyon jó. Na itt meg a pulyka. A pulykától félek. Nem, mint a liva jobb lenne. Miért a pulykák? Jó kis izé. Sűrt pulykaszárny. Na mindegy. Ezek nem juthatók, ugye nem. Itt a templom. Nagyon jól néz ki. Milyen szép a gúnál, hogy... Oké. Itt van a nyulak. Szép kövér nyulak. És vála. Nagyon jól néz ki, milyen hangulatos lett. Gyorsan kimegyünk innen, srácok, mert még a pulyka meg kerget minket. De jól néz. Nagyon jó, nagyon jó. Malacok is vannak. Össze van hasogatni a fát. Fejsze. Ez nagyon jó. Készülünk a térre. Na. Akkor induljunk meg. Pöcrö! Nem is kérdéses, az inkább hál előre, mint hátra. Éppen kioptikáljuk magunkat innen. Na. Kapu. Befele nyílik, várjunk, már el fog minket tolni. Miért tudunk nyílni az ajtó, vagy nem? Majd így. Kicsit rámentünk a falakásra, de mindegy. Na. Akkor megnézzük ott először, ott arra mi volt jobbra. Az eladási pontot. Ez ilyen kis egy utca. Na nem, több utca is van. Itt is vannak ám földek. Milyen jól néz ki ott fönt azok a hegy. Nagyon jó. Ez ilyen kis völgyszerűségű elhelyezkedés. Amúgy nagyon jó. Vargyak is itt vannak, nagyon. És van egy táblánk. Az, ami gazdasági tábla lesz. Sok mindenre jutott, bő volt a termés. Ezt kívánjuk az idénre is. Reméljük a valós életben is jó lesz a termés. Na. Ez az eladási pont, ez a mag Kft. Itt veszi a dolgokat. Ott a végzárás is milyen szép, nagyon jó. És akkor, ha itt tudunk bemenni. Ez lesz akkor a baktató mag Kft. Akkor beugrunk. És ott még van stop. Nyílik is. Tökéletes. Jó napot. Magyar zászló abba pillanatban. Mérlegünk van? Hogy ne lenne mérleg? Ott is van.
Na, itt is itt lehet akkor eladni magot. Reméljük jó nagy árba veszünk. Megéri vele foglalkozni. Meg is van triggerelve tökéletesen. Nagyon szuper. Na. Itt vannak itt azért itt ilyen tárlás lehetőségek. Gondolom, hogy ezek nem nyithatóak. Csak kinézett, de nagyon jól néznek ki. Egy celszámos. Egy javító műhely. Üzemanyag az van dögivel, mert az MTZ azt szereti a hasát. Na, ez tök jó amúgy. Nagyon hangos meg lett csinálva. Kimegyünk visszafele is, lemérjük, hogy nem loptunk semmit, vagy nem viszünk el dolgokat. Hát, nagyon jó a stopptáblás nyitás. Na, akkor menjünk egy valós. Na, jó néznek itt a kis fák is. Szépen ott vannak, ahol lenni kell. Jó az a kis csirkekerítés. Á, nagyon jó amúgy. Itt is a tábla, bő volt a termés. Ez mindig jó. Ó, nagy föld azért, ez se kicsi azért, itt lehet azért gazdálkodni. Sőt, ha valaki nem is tudna későbbiek folyamán mélyre, lehetne még egy gazdaságot is külön fölépíteni. Úgyhogy nagyon nagyot szeretne, egyenes a terület is, elég nagy is. Meg is égeztünk Batofávára. Úgyhogy, de ez a háztáj gazdaságok, ezek nagyon jól néznek ki. Mint ahogy beszéltük is, ez egy RP-re a legvilágbajnok. Mindegyik házba lehetne költözni relatíve. És egy vétele, eladási pont. Mi van még? Itt is egy eladás. Ja, itt külön magokat, ahol veszik. Na, ú, de az mi ez a kerítés? Nagyon király. Menjünk már arra befele. Fogjunk egy balost. Tentum, azt mindig szedjük, mert vitamin nagyon jó. Itt is vannak, itt ilyen vételezési eladási pontok. Aha, itt is lehet adni. Ú, de jól néz ki. Ó, itt azért vannak az igazdak, itt már van térkövezve. Aha, hát azért már jó. Jól is élnek itt ezen a környéken, itt akinek már van pénze venni. A digi már fönt van. Milyen jól néz, ú, téglakerítés, te Jézus a közösten. Ú, de jó kis, és ez a házat nézd meg, ez a ház is üres. Miért nem költözünk be? Beköltözhetnénk oda is. Na, hoppá, meg itt egy zsákutca. Majdnem jó sikerült. Gyorsan tolatunk egyet. Egyterővünk, ahol biztos nem lehet tovább menni nekünk. De jó világ volt, az ott van térkövezve. Nagyon elsőgött megedjük, abban most forgalom ki van. Ott van egy focipálya is, hello. Saját focipálya van, vagy mi az ott? Ne, ott focizik valaki, hello. Álljunk csak mire, úgy sem forgalom, megállítjuk a gépet. Állj csak ki belőle, ott az milyen futballbajnokság van ott. Itt át lehet jönni? Aha. Oda néz. Már rúgja is a bőrt. Milyen technikás a fiú. Ez nagyon komoly. Padok is vannak, le lehet ülni, lehet szurkolni. Megyei egy. Ez jó, mekkora. Ú, milyen vasajtó. Ez igen, vaskapu. Ezek nagyon jók. Na menjünk tovább, nézzük meg, mi van még arra tovább. Szóval van focipálya is, látok, ezt nem is gondoltam. Ez meglepetés volt. Hör meg szotya legyen azt akkor. Mi ez? Szójabab, gyapor, burgonya, cukorépa, felvásárlás itt helybe. Az mekkora már. Ú, kukoricasíló is ott van, ez nagyon jól néz ki. És jó nagy föld, ú, nagyon jók ezek a nagy földek itt. Tényleg lehet, de valami jó kis akár később gazdaságot is rittyenteni. Na, megjöttünk a baktató MGTS-nek a székhelyére. Ki is csapjuk a balost. Ott már látszik egy Weimar magyar zárt, nagyon jó a felirat is. Úgy is azért lehet ám pakolva, van ám gépnek hely. Úgy is lehet. Fűrészáru. Ha itt tudunk venni, akkor itt a traktorvétel, és ott van egy súlymérleg, és be tudunk jönni. És akkor itt a nagy silónk, amit tudunk szapportálni. Na ugye a másik, ugye a térképen, akkor ez itt eladási pont. Aha, és akkor ez meg akkor a termény felvásárlás, ki is van írva, ha.
És akkor ez meg ugye gondolom saját farcsilónk, amit van. De rengeteg gépnek van itt amúgy hely, amúgy. Nagyon jó, és van egy kis szamabála is ott. Vizet lehet venni. Tökéletes. Tök jó, nem kis helyen kell elforogni. Simán lehet, oda be lehet önteni a cuccokat. A gépjárműjavító is nagyon, úristen, mennyi beáll, hát mind beálló amúgy. Akkor a TS-nek lehet ám durrantani itt a gépeket, hanem ezt nem lehet nyitni. Akkor ez biztos, aha. Azért itt vannak azért cuccok, itt már fel vannak készülve arra, és itt nagy meló lesz. Minden szerszámok. Mindenek itt vannak már. Ez igen. Na gó, mehetünk akkor tovább. Mondjuk igazán tök jó, mert ahogy szembe ott van veled ugye maga az áru. Egybe tud, micsoda kapu van itt. Egybe tudod hozni, úgyhogy ez teljesen tökéletes. Na menjünk, akkor csapunk még egy balost. Már van egy kis Turo Rudi reklám is, úgy látom. Ú, de jó itt ez a fölfele. Érdekes az, hogy meg fönt elközlekedni. Ez a fele tök jó egyenes, ide lehet akár építkezni is, ide meg akkor lehet azért itt művelgetni itt a dolgokat. Úgy, itt van itt egy áthajtó, már át oda. Azt mi az ott? A vonat nem állít el gombát. Ú, de jó az átvezető. Nagyon szuper. Ja, ez a pajkaszek. Aha. Itt is lehet akkor, most nem megyünk be oda, de akkor itt is lehet akkor de jól föl. Nyitották volna már a kaput, hát már vártak minket, tudták, hogy hozzuk az árut, de hát még nem most lesz. Menjünk, még nem jön a vonat amúgy, mert itt el lesz itt a gombázás. Csapunk egy jobbost. Nem jön semmi, tapsőt. Na, ott meg már van, mi a traktor? Jogosítványt lehet szerezni, srácok, 19 évet, ez sem most volt. Itt jöhetünk még tovább, ott is vannak, jó kis földek vannak itt. De beérkezünk. Pajkaszegre. Ki van ám teregetve. Ez meg pajkaszeg. De jó néznek ki itt is. A házak. Hát ez jó, itt a gólya már itt van. Ó, itt a Marika néni már gyapjut már durantja. Ott meg ott a Warburg is. Ú, de jók ezek, nézd, milyen jó kis házak ezek. Nagyon jól néznek ki. És a kukoricagó, ott is van hely. Íjjalad a szamara, ott is van. Vagy mi az? Nagyon hasonlít csak rá. Itt is van egy templom. Ó, a temető is ott van. Itt is van egy leadási pont. Itt a posta. A posta már itt van, az a lényeg. Ott már megy a viszik a vizet. A postai régiók is. Ma távost. Hopp, megjöttünk valóban. Ajajaj, itt van. Itt árulnak valamit. Hello. Itt mi van itt? Lángos. Abba a pillanatban. Fantáva meg. Egy jó lángost, azt most meg lehetne enni. Aha, itt a kóp. Uha. Kati néni kikelt el magából. Itt egy telefonálás. Itt az egység. Aha. De jó géped van. És hát lehetszem olyan boldog vagy ilyen. Probably van is az lenni. Meg integet, kinek integetsz te? Keserű só, itt is itt van gólyánk, itt a végzás, pajkaszegnek a vége, ez mi? Orvosi rendelő. Polgármesteri hivat, hát a polgi, azt bejöttem már. Ó, be lehet hozzá menni, jó napot! Itt mi? Itt lehet fővenni az... Mik vannak erre? Polgi? Van ízlése, de nincs bent ma. Nem dolgozik, vagy? Ott a Sámson egyből. De milyen jó, hogy végig lehet itt menni. Hátra is ki tudunk menni, ez mi? Ja, ez is ilyen, ez ilyen tárgyaló, meg minden? Ez igen. Ez tök jó, be lehet menni mindenhova amúgy. De lángosos is. Orvosrendelőbe. Oda is be lehet menni. Itt a váró. Hórendelési időszaka. Vogel Anna már egy szakorvos rendel. Ó, nagyon komoly. Milyen gépesítés van itt, srácok. Hát ez jövő. Szaszta. Á, ott meg hátul az áru. T-mobil, ez igen. Világítás on.
abban a pillanatban, hogy van. Hát ezt nagyon szétadom, nagyon jó meg lett csinálva, srácok. Na! Akkor ez lett volna ez a kis gyors bemutató rész itt a Baktató falváról. Nekem nagyon tetszik, hogy nagyon kis hangulatos kis map. Fogunk rajta biztos, hogy játszani nagyon sokat, mint ahogy tudjuk majd, hogyha úgy lesz a dolog. Nem tudom, most ez elérhető lesz-e, ezt majd igazából ezt a papírék majd Bazsival, majd biztos úgyis majd információ morzsába fogják nekünk majd szolgáltatni, úgyhogy látszom, nagyon szépen köszi a figyelmet, köszi, hogy velem tartotok. Ha tetszett videó, nyomtok egy lájkot, ha nem vagytok rá, iratkozzatok fel. Még szeretnék látni még ilyen tartalmakat is, legközelebb találkozunk. Addig is jók lehetek, szevasztok!